A Tolna vármegyei szakképzési centrum több diákja is bejutott az SKTV elődöntőjébe. A verseny az adott szakképesítés szakmai ismereteire, készségeire épül, a versenyfelhívásban közzétett szakmai és vizsgakövetelmények alapján. 5 tanulónk olyan jól szerepelt, hogy az országos elődöntőbe is bejutott. A Hunyadi Mátyás technikumból egy cukrász, a Percelmor technikumból 2 központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, a Magyar László szakképzőiskolánkból egy hegesztő, és az Adi technikumunkból pedig egy gépjármű mechatronikus versenyezhet tovább. Az eredmények nem példanélküliek, köszönhetően annak, hogy a centrum minden évben benevezi tanulóit a megmérettetésre, és mindez kiváló ötletnek bizonyul, a korábbi években is remek eredményeket értek el a diákok. Tolna vármegyei szakképzési centrum kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. A centrum és az iskolái számára évek óta nagyon fontos, hogy a tehetséges tanulók szakmai versenyeken mutathassák meg tudásukat. A szakma kiváló tanulója versenyen és az országos szakmai tanulmányi versenyen minden évben kimagasló eredményeket érnek el tanulóink. Csak hogy a tavalyi évet említsem, a Váhi Péter szakképző iskola és kollégiumból Varga Dorina pincér és vendégtéri szakember tanulónk a dobogó 3. helyére állhatott fel. A szakmai verseny során a tanulóknak a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelményekben és a szakképesítésenkénti versenyszabályzatban megfogalmazott feltételek alapján kell felkészültségükről számot adni. Így tett Szederi Janka Bianca, a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola 3. diákja is, aki sikeresen kvalifikálta magát az elődöntőbe. Szinte minden csütörtökön az osztályfőnököm készített fel, hogy minél magabiztosabb legyek, de jó volt egyébként, élveztem a külön felkészüléseket. A cukrásztanonc elmondta, célja minél jobb helyezést elérni, de már az is nagy szó, hogy a több száz versenyző között a 8. helyet sikerült megkaparintania. Mindez nem is véletlen, hiszen már gyerekkora óta érdekli a szakma. Már kiskorom óta a részem volt ez az egész sütögetés, mert a mamám minden egyes vasárnapi ebéd mellé készítette a finomabbnál finomabb süteményeket, és így az életem részévé vált. Janka felkészítője mondhatni biztos volt benne, hogy remek eredményt ér majd el, hiszen minden plusz feladatot szívvel és lélekkel vállalt fel és csinált meg. Jankát korábbról a szakmai tudásában nem nagyon ismertem, mert nem én tanítottam, hanem egy kolléganő, aki tavaly elment az iskolából, és most sem én tanítom Jankát, viszont hallottam, hogy nagyon jó képességekkel rendelkezik, ezért én már évelején fölajánlottam neki, hogy külön felkészítéssel segítem az ő munkáját, mert szeretném mindenképpen, hogy részt vegyen ezen a szakma kiválóan tanulója versenyen. Ez a verseny egyébként 3 fordulóból áll. Az első forduló volt ugye az előválogató január elején, a megyei kamara megrendezésében. Országos szinten 320 cukrásztanuló vett részt, és ebből Janka elérte a 8. helyet, ami kiváló eredmény egyébként, és majd innen megy tovább, hiszen beválogatták a következő fordulóba, ami a döntő előtti válogatóversenyt jelenti. Itt gyakorlati megmérettetésben lesz majd része, nyersanyagkosarakból kell neki termékeket előállítani majd. A Szakmasztár Fesztivált április 24 és 26-a között rendezik meg a Hung Expo területén.